Vármegyéről Vármegyére. Csongrád Csanád. Első az erdőben. Ásotthalmi erdészeti oktatás. A mai Bedő Albert erdészeti szakképzőiskola elődjében, Magyarország első erdőőri szakiskolájában, két tanárral és 11 diákkal kezdődött a tanítás 1883-ban. Az intézmény 1961 óta viseli alapítója, a székely származású Bedő Albert országos főerdőmester nevét. Napjainkban közel 300-an tanulnak a patinás falak között. Az iskola az elmúlt bő évszázad alatt mintegy 3500 erdészeti szakembert adott a szakmának. A végzettek szinte az ország egész területén megtalálhatóak. Vas vármegyétől a Nyírségig, Gemenctől a Mátráig, minden erdős területre kerültek a Bedőből. Hazánkban sok tízezer hektár olyan erdő él, amely a szakiskolában végzettek munkája nyomán sarjadt. Az iskolában 1969-től 2000-ig erdőművelő fakitermelő szakmunkásokat képeztek. Azóta erdészeti szakmunkások és technikusok végeznek Ásotthalmon. A diákok rendre első helyen végeznek az erdészeti szakmunkások szakma kiváló tanulója versenyén. Az iskola múzeuma egyedülálló kiállítás. Különleges tárgyai az évszázados vadnyom és vadhulladék gyűjtemény, a vadászati makettek, valamint a régi preparátumok. A makettek egy részét az iskola tanárai és tanulói készítették, amelyekkel az 1900-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyertek. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.